Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Minden Jót műsorában, ahol ezen a héten is egy olyan témát hoztam, amely érdekes, szerintem nagy kihívás jelent mindenki számára, és igyekszünk megnézni azt, hogy mi az a minden jó, ami kihozható belőle. A vendégem dr. Piero Ganita, aki tréner és szervezetfejlesztő, és a testbeszédről fogunk beszélgetni kicsit. Szia Marian, köszönöm a meghívást! Mi az a testbeszéd? Mi tartozik bele? A kommunikációt... Olaszoknál tudjuk. Nagyjából egyébként igen, ez is hozzátartozik. Ugye maga a kommunikációt két részre, két eszközzel szoktuk általában jellemezni. Az egyik a verbális, a másik pedig a nonverbális kommunikáció. A verbális ugye azt jelenti, hogy nyelvi kommunikáció, ami a szóbeli közléseket, illetve az írásbeliséget fogja jelenteni. Itt szavakat, mondatokat használunk, míg ezzel ellentétben a nonverbális kommunikáció, amit más szóval nem verbálisnak is szoktunk hívni, minden olyan kísérő dolog, ami nem a szavakkal fog megvalósulni. Ez is megjelenik egyébként írásban is, és a szóbeli kommunikáció mellett is. Minden olyan eszközünk ebbe tartozik bele, amit a testünkkel mutatunk, ide tartozik a térköz, a gesztusok, ahogy az előbb is mutattad az olaszoknál, ezek a nagyon erős mutató gesztusok, a mimika, a vokális elemek, amelyekbe beletartozik a hangszín, a hangerő, a hangsúly, tehát gyakorlatilag minden, amivel a hangunkkal tudunk játszani, a fejtartás, a testmozgás, tehát minden, ami hozzáadódik ahhoz, hogy valamit kifejezzünk, megerősítsünk, kicsit elnyomjunk, vagy más irányba tereljük azokat a dolgokat, amiket a hangunkkal, illetve a szavainkkal akarunk kifejezni. Tehát minden ebbe tartozik bele, ami nem a nyelvvel van összefüggésben. Tehát akkor mondjuk a megjelenésünk, a ruhánk, a frizuránk, a sminkünk, a kiegészítők is ide tartoznak? Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy igen, tehát minden, amivel valamit közlünk a másik fél irányába, és azokat nem szavak szintjén fogjuk megmutatni, az ebbe a dologba tartozik bele. Már önmagában a testtartásunkkal mutatunk valamit, hogy éppen hogyan viszonyulunk az adott szituációhoz. Azt is szokták mondani, hogy a nonverbális kommunikáció az igazából az érzelmi megnyilvánulása, az érzelmi kifejeződése az éppen aktuális lehet kiállapotának az egyénnek. Sokkal többet árul el rólunk ráadásul, mint amit mi valójában gondolunk erről a dologról. Az ember egyébként ezeket a jeleket, ezeket a megjelenéseket ösztönösen olvassa. Tehát annak ellenére, hogy vannak olyan jelek, mint például a megjelenésben az öltözék, a smink, a különböző emblémák, a férfiaknál ilyen lehet a bajusz, vagy akár a szakálnak a hordása, a nők esetében ide tartozik a frizuráknak a különbözősége, amelyek egyébként koronként is eltérnek, kultúránként is eltérnek. Attól függően még ott van egyéb más olyan jelrendszerünk is, amivel gyakorlatilag megpróbáljuk leolvasni a másik félnek a valódi mondandóját. És mivel ezt ösztönből olvassunk, és sokkal inkább ennek hiszünk, mint annak, amit a másik fél mond, ezért amikor azt érzed, hogy van benned, tehát beszélgetsz valakivel, és amit mond, mégis azt érzed, hogy valami nem stimmel. Ez azért van így, mert közben minden mozdulata, ahogyan a testével, a szemeivel, az arcával játszik, ezért, és ez nincs összhangban azzal, amit mond, te nem annak fogsz hinni, amit ő mond, hanem azt fogod elhinni, amit a teste mutat. Nem biztos, hogy ezt tudatos szinten fogod érezni és látni, mint inkább csak egy ilyen belső feszültség lesz benned. Most az jutott eszembe, hogy vannak azért azok az élethelyzetek, amikor a legjobbat akarjuk magunkból megmutatni. Bennünk van a potenciál, jók vagyunk abban, amit csinálunk, de a másik ember jelenlétében vagyunk olyan feszélyezettek, mindjárt mondok néhány élethelyzetet, hogy mire gondolok, hogy ezt nem tudjuk kihozni magunkból, de megpróbáljuk eladni. Mondjuk egy állásinterjún, mondjuk egy előléptetés esetén, amikor, mondjuk egy fizetésemelés megkérésekor, mondjuk egy lánykéréskor. Ezek olyan felfokozott érzelmi helyzetek, hogy hiába vagyunk jók abban, amit csinálunk, és magabiztosak, mégis a testbeszéden a feszültség átüt. Igen.
Ezekre lehet készülni. Igen. Abszolút így van. Alapvetően a nonverbális kommunikációnak ugye, ami a jelentősége, ezt 1950-es években Albert Mehrabian megállapította, hogy a kommunikációnk 55%-a az nonverbális úton valósul meg. Ez különböző kereskedelmi tárgyalások, üzleti tárgyalások vizsgálatánál kiderült, hogy 70-80%. Ugye a nonverbális jeleket alapvetően az élet minden területén nézzük, olvassuk, alkalmazzuk, legyen az társas kapcsolat, legyen az gyereknevelés, legyen az szerelmi kapcsolat, legyen az egy állásinterjú, vagy bármilyen üzleti tárgyalás. Sőt, ugye ott vannak a pókerjátékosok, akik azért hordanak szemüveget, amikor játszanak, hogy még véletlenül se lehessen az arcukat leolvasni, ugyanis az arcunk talán az egyetlen olyan része a testünknek, amit nem nagyon tudunk kontrollálni, még akkor sem, ha nagyon erősen megtanultuk azokat a formákat, hogy hogyan tudjuk picit megnyugtatni saját magunkat, vagy akár, hogy is mondjam azt, hogy átverni a másik felet. Tehát alapvetően akkor, amikor olyan szituációba kerülünk, ami számunkra nem feltétlenül komfortos, és erre egyébként tudjuk, mert készülünk egy állásinterjúra is, bizony, egy olyan interjúra is, amikor a fizetésemeléssel kapcsolatban akarunk valamit elérni a főnökünknél. Igazából itt én azt szoktam javasolni, hogy készüljünk fel. Fel kell készülnünk ugye arról, hogy, vagy arra, hogy mit akarunk elmondani magunkról, mit tudunk a cégről, mondjuk egy állásinterjú esetében, ha vesszük. Ugye ezek elsősorban a verbális részekre vonatkoznak. A másik rész, ami szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy hogyan öltözünk fel, ugye erről már beszélgettetek korábban egy másik adásban, hogy maga a megjelenésünk az hordoz üzeneteket a másik fél számára is, illetve erősíti a mi lelki állapotunkat is. Tehát, hogyha olyan helyzetbe kerülünk, amikor az van, hogy egyfajta harcot kell, hogy megvívjunk, akkor érdemes olyan színeket, olyan ruhákat felvenni, amivel még erősebbnek érezzük magunkat, még inkább meg tudjuk erősíteni a lelkünket. És akkor ezután jön a harmadik olyan lehetőség, amivel még egy picit talán rá lehet erősíteni. Illetve kettő ilyen dolog van. Az egyik, hogy érdemes figyelni a saját magunk különböző mozgásait. Vannak, akik idegességükben piszkálják a hajukat. Vannak, akik idegességükben tördelik a kezüket, vagy egyéb ilyen formátumot vehetnek elő. Vannak, akik nagyon ficeregnek, ugye attól függően, hogy milyen állapotban vannak. És hogyha én ezeket tudom, akkor egy pici rákészüléssel meg tudom valósítani azt, hogy a lehetőségekhez képest minél kevesebbszer nyúljak ehhez. És van még egy lehetőség. Amy Cady, a Harvard Egyetemnek a kutatója, aki az embereket vizsgálja, ő például egy kolléganőjével azt nézte a különböző MBA szakos embereknél, illetve szakos hallgatóknál, hogy ugyanolyan képességű, ugyanolyan kvalifikáltságú nők és férfiak mégis másképp reagálnak különböző helyzetekben, főleg amikor a hatalmi pozíciókról van szó, és gyakorlatilag amikor egy üzleti tárgyalásról van szó, legyen az egy állásinterjú, vagy egy olyan dolog, amikor ugye fizetésemelésre szeretnénk menni, az is gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy picit magamat akarom erősíteni, magamat akarom eladni, és érdemes előtte csinálni egy-két olyan gyakorlatot, amivel el tudom hitetni az agyammal, hogy erős vagyok, és megállapították, hogy alapvetően akkor, amikor az ember úgy érzi, hogy van egy kis hatalma, akkor ugye megváltozik a hormonháztartása, amit egyébként egy darabig csak mutatsz, hogy ez így van, és ahányszor csak csinálod, annyiszor erősödik ez benned, és egy idő után már elhiszed. És akkor érdemes csinálni az ilyen szituációk előtt 2 perc összesen, ameddig erre szükség lehet, olyan testtartásokat, amiben a hatalmi pozíciót lehet erősíteni, ilyen például a Wonder Woman állás, amit úgy neveztek el, ugye a megállás, hogy egyfajta csípőretet kézzel, terpeszállásban, ugyanis ez azt jelenti, mint hogy az állatvilágban is akkor, amikor az állatok az erejüket akarják
fitoktatni, akkor kiterjesztik a testüket, a madarak kiterjesztik a szárnyokat, akkor az állatok ugye teljesen szétfeszítik a mellkasukat, és ez egyébként igaz az emberekre is, akkor, amikor a picit erősebbnek akarunk látszani, akkor kihúzzuk magunkat, szétfeszítjük a vállainkat, és ezzel gyakorlatilag egyfajta erőt fogunk sugározni. És hogyha 2 percig ezt csináljuk, akkor megemelkedik az egyik olyan hormonszintünk, amivel az erőnket tudjuk megerősíteni gyakorlatilag. Ezeket érdemes megcsinálni egy-egy ilyen szituáció előtt, ezzel tudjuk erősíteni saját magunkat, és akkor egy idő után minél többször csináljuk, annál inkább már a mi részünké fog válni. Egy állásinterjún, aki állásinterjúztat, az kap erről képzést, vagy ő tudja, hogy miket kell figyelni egy jelöltnél? Ez nagyon változó. Vannak olyan képzések természetesen, igen, ami kifejezetten a humán erőforrással kapcsolatos területekre irányul, mondjuk emberi erőforrás tanácsadó képzés, ahol kifejezetten foglalkoznak azzal a témával, hogy mit érdemes figyelnünk az embereknek a különböző viselkedésében, mozdulataiban. Szerintem jóval kevesebb, mint amennyit érdemes ezzel foglalkozni, de az tény és való, hogy a legtöbb ilyen interjú esetében azért legalább az egyik ember csak azt figyeli, hogy mi történik, miközben a másik fél beszél. Tehát nem arra figyel, hogy mit mond, hanem arra figyel, hogy hogyan mozog, merre néz, hogyan ráncolja a homlokát, hogyan tartja a lábát, hogyan tartja a kezét, szóval ezeket általában legalább egy ember figyeli. Nem lett megnyugtatóbb szerintem az álláskeresők szemében ez a dolog. Mi az, amire, ugye nagyon sok mindent elmondtál, hogy ők mire figyelhetnek oda. Mi az, ami kínos, és ami szinte bukást okoz egy állásinterjún? Amikor egyértelművé válik valami olyan érzés, hogy nagyon-nagyon nem stimmel az, amit mond. Alapvetően vannak olyan jelek, amelyeket Ellen Pisa kutatásai során arra jutott, hogy úgy lehetne megfogalmazni őket, hogy archoz illesztett kézgesztusok. Ezeket általában egy 3 majom arccal szokták jellemezni, ugye, amikor eltakarja a szemét, eltakarja a számát, száját, eltakarja a fülét. Ez a nem látni, nem hallani és nem mondani semmi rosszat, semmi csúnyát. Ez igaz akkor is, amikor én mondok valami olyat, ami nem feltétlenül igaz, és igaz akkor is, amikor olyat hallok, ami számomra szerintem nem igaz. A gesztusaink alapvetően, amikor gyerekek vagyunk, sokkal erősebbek, sokkal intenzívebben mutatjuk ugye, azokat, hogyha valamit el akarunk titkolni anyu elől, akkor ugye rácsapunk a szánkra, vagy hátra tesszük a kezünket, vagy betfogjuk a fülünket, és akkor ezek egyébként egy idő után a korral előre haladva kicsit visszafogottabbá válnak, viszont ösztönösek, tehát a legtöbb jelünk ösztönből nem tudatos szinten használjuk, és azt szokták általában figyelni, hogy hányszor érintjük meg a szánkat, az orrunkat, a fülünket, vagy a szemünket akkor, amikor beszélünk, mert nyilván van különbség a között, hogy kicsit megvakarom a szemem, főleg ugye ez nőknél igaz, amikor a sminkre vigyázni kell, vagy amikor nagyon erősen dörzsölöm, mert tényleg nem akarom látni azt, amit éppen elém raktak, vagy ami éppen előttem van. Szóval azokra a jelekre érdemes figyelni, amik az arcunkhoz kapcsolódó mutatások, érintések számát fogja jelenteni, de nyilván azért azt hozzá kell tenni, hogy nem önmagában nézzük ezeket. Tehát soha nem egy jelet figyelünk, soha nem egy jelről fogunk levonni következtetéseket, hanem a teljes testet, a teljes embert fogjuk figyelni akkor, amikor ezeket nézzük, mindenre megpróbálunk figyelni, és egyáltalán nem biztos, hogy ez konkrétan nem valós, amit mond. Lehet, hogy egy pici torzítás van csak benne, de attól ő már kellemetlenül érzi magát, mert ugye szeretnénk jobbnak feltüntetni saját magunkat, mint egyébként így gondoljuk magunkról, hogy vagyunk, de ez se feltétlenül biztos. Tehát óvatosan kell kezelni akkor, amikor végső következtetéseket vonunk le. Inkább azt mondanám, hogy ha van bennünk egy olyan érzés ilyen interjúk után, hogy valami, mintha nem lenne biztos, vagy valami rossz érzésünk van, akkor érdemes utána menni 1-2 kérdésnek,
A már az előbb említettem Ellen Pist, ő például nagyon sok interjút vett fel, elemezte le, és több állásinterjúnak a leelemzését követően is például, amikor valaki nagyon sokat piszkálta az arcát, a fülét, a száját, azokról általában kiderült, hogy nem valós dolgokat írtak az önéletrajzukba. És ugye ebből kifolyólag, de érezte az interjúztató, hogy valami nem stimmel, ezért utána mentek, és hát kiderült, hogy ez nem volt valós. Tehát alapvetően az, hogy én most hozzáérek-e az arcomhoz, az nem azt jelenti feltétlenül, hogy hazudok. Nyilvánvalóan lehet zavar elsősorban, csak hogy zavarban vagyok. Viszont, hogyha én őszintén kommunikálok, és nagyon sokszor használom például a felfele mutató tenyérgesztust, mert ugye ez egyértelműen egyfajta nagyon őszinte kommunikációt fog jelenteni, akkor nem fogják azt gondolni, hogy én hazudok, vagy hogy én nem állítok valós dolgokat. Mert ugye van olyan helyzet, amikor idegességünkben egy kicsit az ingerek miatt viszketés mondjuk, de alapvetően érdemes arra figyelni, hogy mind az interjúztatónak, hogy mennyi a mennyisége, és a teljes embert figyelni, mind pedig az interjúra készülőnek, hogy összhangot tudjon teremteni saját magával. Ezért nagyon fontos, hogy mit veszünk fel, ezért nagyon fontos, hogy van például a hajunk, sminkünk, hogy ne legyen távolálló dolog tőlünk, mert már az önmagában kényelmetlenséget tud okozni, és onnantól kezdve már nem arra fogunk tudni figyelni, amit mondani szeretnénk, hanem arra fogunk figyelni, hogy hogyan kellene valahogy kijönni abból az adott szituációból. Melyek a legnépszerűbb gesztusok? Mesélted a felfelálló tenyeret, az arcérintést? Nem is biztos, hogy azt mondanám, hogy népszerű gesztusok. Nagyon sok megközelítése van, illetve nagyon sok félére szokták bontani. Ugye a gesztusokat tekintve azt szoktuk nézni, hogy tartjuk a lábunkat, hogy tartjuk a kezünket, az archoz hányszor érünk hozzá. Ezek mellett ott van a mimika, amit nagyon figyelünk. Ugye, ahogy mondtam a korábban is, az arcunknak a rezgéseit azt nagyon, nagyon minimálisan tudjuk befolyásolni. Még akkor is, hogyha megpróbálunk mindent elkövetni, hogy ne lássák rajtunk azokat az érzelmeket, amelyek kiülnek ránk, akkor is legalább egy tized másodpercig látni fogjuk, illetve ha figyeljük, akkor látszani fognak ezek a kis mikrorezdülések, amelyeket az arc izmai fognak megvalósítani. Paul Ekman egyébként ennek az egyik nagy kutatója. Ha ismered a sorozatot, a Hazudj, ha tudsz című sorozatot, ez például a Paul Ekmannek a kutatásaira építve rakták össze azokat a képeket, amelyek alapján figyelik az embereknek az érzelmi reakcióit, mert hogy az az egy dolog, amit egyáltalán nem tudunk eltüntetni, illetve elfedni. Még hogyha nem is hosszú időre, de meg fog jelenni. Aztán nagyon érdekes dolog figyelni például a politikusokat, hiszen ők ugye mivel közszereplők, ezért nagyon sokat lehet róluk olvasni, hogy meddig tudják fenntartani, és meddig tudnak a szerepükben maradni, mert hogy bizonyos ideig képesek vagyunk erre. Vannak olyan jelek, amelyek ugye a hatalmat, az erőt fogják jelenteni, például a felfele mutató toronysisak, vagy a lefele mutató toronysisak. Általában a férfiak a felfele mutató toronysisak jelét szokták használni, míg ezzel ellentétben, ahogyan ismerjük is Angela Merkelt, ő ugye a lefele mutató toronysisakot szokta a leggyakrabban alkalmazni. Ez igazából egyfajta olyan jel, amivel azt akarom megmutatni, hogy amit én mondok, az úgy van, akkor is az van, amit én mondok, és egyébként nem nagyon foglalkoztat az, hogy te mit gondolsz erről. Aztán, ami még... Igen? Nem, az jutott eszembe, hogy én mindig csak azt hittem, hogy nem tud mit kezdeni a kezével. Nem. Ez egy nagyon erős, tudatos mozdulat. Mert hogy igen, mert ahogy így emlékszem például rá, az egész megjelenése, öltözkedése, az a kimért beszédstílus, abszolút, minden ugyanezt erősíti meg. Ez már így nekem például már csak a cseresznye volt a habon. Igen, de például, hogyha nézed a politikusoknál, az előremutató új, amikor ugye erősen rámutatnak valamire. Téged keresünk. Így van, így van. Ugye nem véletlenül alkalmazzák ezeket például a kereskedelmi szférában, ahol üzletkötőket keresnek, és üzletkötőket akarnak felvenni, mert hogy ezzel egyfajta, olyan, mintha tényleg engem szólítanának meg.
És ugye őket erre is képzik ki, hogy figyeljék az embereknek a kommunikációját, hogy mire, hogyan reagálnak, hova néznek le, vagy hova néznek el akkor, amikor beszélnek nekik, és akkor rá kell jönniük, hogy a két fél közül, akivel mondjuk leültek tárgyalni, valójában ki a döntéshozó, mert a leggyakrabban nem az, akivel beszélgetnek, hanem a másik fél, aki egyébként csak ott ül, minthogyha nem érdekelné az egész dolog. És hogyha ezt például nem ismerjük fel, akkor elbuktunk mondjuk egy üzletet is akár. És ugyanez igaz egy üzleti tárgyalásra. És ugyanez igaz egy állásinterjúnál is, hogyha én bemegyek állásinterjúra, és nem egyedül ül bent valaki, már pedig általában nem egyedül fognak bennülni, akkor nagyon fontos, hogy figyeljek arra, hogy mindenkivel kommunikáljak, hogy ne csak egy emberre nézzek, mert nem biztos, hogy az az ember lesz a döntő, aki engem kérdez, vagy aki velem szemben ül és velem beszélget. Mi az, ami egy olyan nehéz élethelyzetben, mint mondjuk a COVID utáni álláskeresés, hiszen ha végig gondoljuk, rengeteg embernek kell munkát váltania, odafigyelést igényel. Ugye nagyon sok olyan dolgot érintettünk, hogy mire kell figyelni az állásinterjún, de nem mentünk bele nagyon apró részletekbe. Például említetted az öltözködést. Erről már volt egyébként Tilles Annával egy műsorunk, de egy pár szóban így felelevenítenénk, hogy mi az, amit például így őrült nagy hiba elkövetni? Két részre kell lesz szerintem bontani, ugyanis a Covid-nak köszönhetően nagyon sok minden megváltozott, és a legtöbb, főleg a nagyobb cégeknél például az első egy-két körben már nem is személyes jelenléttel működik az állásinterjú, hanem online formában valósul meg. És ugye az egyik dolog ezzel kapcsolatban, hogy nekem oda kell ülnem egy képernyő elé, egy látom saját magamat, ami már önmagában egy nagyon furcsa érzés, és nagyon bonyolult helyzetté válhat, főleg, hogyha ugye az én kamerám, amit nekem mutat a képernyőn, az nem az, amit én megszoktam mondjuk a tükörben. És már ez egy olyan stresszfaktor, amire készülni kell, és fontos, hogy minél többet legyen a képernyője előtt, és ha kell, akkor barátokkal, ismerősökkel úgy beszéljen különböző kamera szögekben, hogy ez jó legyen. A másik, ami például az online-nál figyelni kell, hogy hogyan állítjuk be a magasságát a kamerának, hogy milyenek a fényeink, hiszen hogyha nagyon sötét, nem fognak látni bennünket, ha nagyon alulról látnak, akkor megint nem minket fognak látni, hogy érdemes egy olyan távolságot rakni a képernyőnk, illetve a kameránk és mi közénk, hogy legalább a mellkastól fölfele látszódjunk, és ezt ugye próbálgatni kell, hogy hogyan és miként érdemes beállítani. És ugye itt még mindig az van, hogy csak akkor viszont arra kell figyelnünk, hogy a felső testünkkel hogyan mozgunk, illetve a felső testünkkel hogyan tudunk egy kicsit őszintébbnek látszani. Azért érdemes, hogy legalább a felső testünket lássák, hogy a kézgesztusainkat tudjuk mutatni. Azokat a kézgesztusokat, amivel az őszinteségünket tudjuk kifejezni. Mindenképpen az öltözködésnél, akár személyes, akár online jelenlétnél is beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy öltözzünk fel jól, meg szépen. Az egyik, amit érdemes megnézni, hogy milyen céghez megyünk állásinterjúra, mert ugye nagyon fontos, hogyha olyan céghez, olyan szervezethez megyünk állásinterjúra, ahol egyébként is szigorúak a dress kódok, akkor nem fogunk felvenni a sötétkék, vagy akár a fekete, vagy egy barnás árnyalatnál másabb színkombinációt, mert ugye abban nem férnek bele azok a színek, amelyek mondjuk már egy kicsit lazább, amik egy kicsit a casual irányba elmenő cégeknél már beleférhet. Tehát ami nagyon fontos, hogy vegyünk fel alulra felülre online-nál is ruhát, sőt, én azt szoktam mondani egyébként, hogy pontosan még a cipőt is, mintha elindulnánk, mert ez ad nekünk egy olyan pszichés ráerősítést, hogy mi tényleg egy nagyon fontos helyen vagyunk. Sőt, én azt is szoktam mondani, hogy érdemes például ezt nem ülve megvalósítani, hanem állva. Tehát mozogjunk előtte, minthogyha tényleg elmennénk valahova, mert akkor ugye egyfajta másfajta hormonok, meg minden átalakul bennünk. Szóval érdemes előtte ugye egy kicsit így felrázni magunkat, minthogyha elmennénk egy állásinterjúra. A nők esetében nagyon triviális lesz, én azt gondolom, de hogy szoknyához mindenképpen a harisnya az egy kötelező elem télen-nyáron, teljesen mindegy, hogy milyen időszakról beszélünk, nincsen nyitott cipő, csak és kizárólag zárt cipőben
fogunk menni állásinterjúra, és igen, nagyon furcsa dolog, amit fogok mondani, de a fehér nemű kötelező eleme annak, hogy felöltözzünk, ez egy ilyen nagyon viccesnek tűnő dolog, viszont nagyon sok helyen nem triviális az, hogy felveszünk főleg egy fehér blúz alá valamilyen fehér neműt, úgyhogy ez például egy kiemelt része, nagyon mosolyogsz. Igen, most így leolvast az arcomról így a mosoly, elvörösödés, kicsit így. Mert egyébként tényleg triviálisnak kéne, hogy legyen. Igen, az, de egyébként minden egyes olyan anyagban, ami kifejezetten az állásinterjúra készülésnél benne van, az leírja mind a férfiaknál, mind pedig a nőknél, hogy mire figyelünk az okni, a harisnya, a fehér nemű tekintetében, és ezután jön minden egyéb más, ami ugye a felső ruházattal van kapcsolatban. Az jutott eszembe, hogy az online állásinterjúknál, hogy még ott a környezet egy bukó dolog lehet. Igen. Tehát, hogyha én el akarom mondani azt, hogy én egyébként egy precíz és rendkívül összeszedett nő vagyok, miközben a háttérben halmozódik egyébként a mosatlan, az úgy egy elég ellentétes dolognak bizonyulhat. Tehát ez még egy olyan dolog, amire talán érdemes figyelni. Persze, arra mindenképpen, hogy amikor beállítom a kamerát, hogy hol fogok én interjúra állni, ülni, akkor igen, akkor kell nézni, mi van a háttérben. Jó, egy fehér fal, nem? Tehát az a legjobb, hogyha nincsen mögöttünk semmi. Jó lehet az is, de az se baj, hogyha van mondjuk egy könyves polc, tehát az hogy ezzel jó, sincsen alapvetően is. Semmilyen probléma. Igazából a lényeg az, hogy én legyek a fókusz. Uh-huh. Hogy én legyek a fókuszban. Igen, leginkább igen. Ez egy nagyon nehéz dolog, amikor az embernek otthon van a gyermeke, és közben egyébként meg otthon dolgozik, otthonról kell az állásinterjút is megvalósítani, de például ezek általában nem hosszú idők, tehát valamilyen megoldás biztos lehet arra találni, hogy azon legalább egy-másfél óra, ami a felkészüléssel együtt az interjúval megvalósul, az ott tényleg csak én legyek. Mert az, hogy közben még arra is kell fókuszálnom, hogy kint mi történik, a másik szobában mi történik, az megint nem azt fogja eredményezni, hogy én oda tudok koncentrálni, ahol lennem kellene. A Covid-ről visszatérve egy pillanatra még, szerintem nagyon sok ember esetében létbizonytalanságot eredményezett. Vagy anyagilag, vagy a munkahely megtartás, vagy az egészség, de valamilyen szinten mindenkit érint, sajnos jelen időben beszélünk róla. Ez biztos, hogy generál egy feszültséget. Persze. Ez biztos, hogy át fog jönni egy állásinterjún. Ugye visszacsatolva a téma elején, amit beszéltünk, ez online hogy tudjuk leküzdeni? Vagy hogy lehet azt úgy? Ráadásul még ott sincs fizikai valójában az, akivel beszélek. Igen. Ráadásul még ha személyesen is vagyunk, és több ember van, és ebből az egyiknek semmilyen affinitása sincsen ránk nézni, és ilyen teljesen unottan van, az még inkább rányom egy feszültségfaktort, igen, a mi állapotunkra. Ugyanazt tudom elmondani, amit már a korábban is elmondtam neked, az egyik, hogy nagyon erősen fel kell magunkat vértezni azzal, hogy igen, én erre alkalmas vagyok, igen, én ezt tudom. És nekem hinnem kell saját magamban, ezt erősíteni kell saját magamban, és minden, amivel csak tudom erősíteni ezt a fajta állapotomat, azt érdemes előtte megcsinálni. A másik, ami szerintem egy nagyon fontos dolog lehet, hogyha azokból az interjúztatókból legalább egy ember van, aki rám figyel, a többire azt látom, hogy nem, akkor én fókuszáljak arra az emberre, aki velem beszélget, próbáljak meg bevonni, vagy próbáljam meg a többieket is bevonni azzal, hogy rátekintek, vagy felé fordulok testtel vagy lábbal, mert egyébként a testünknek a merre áll a lábunk, merre áll a lábfejünk, az mutatja meg a valódi érdeklődésünket egyébként. És próbáljuk meg őket is bevonni, de ha ez nem megy, mert valójában ők ránk se tekintenek, akkor azzal beszélgessünk, aki ott van, és őket próbáljuk meg ilyen kicsit kizárni. Ez egy nagyon nehéz dolog. Egyébként is feszültek vagyunk, egyébként is stresszes egy ilyen szituáció, akármennyire is magabiztosak vagyunk, főleg, hogyha mondjuk az első egy-kettőn vagyunk túl, mert aki már rutinos benne, annak kevésbé fog ez lelki nyomást, vagy lelki megterhelést jelenteni. Erősíteni magunkat. Semmi más nem nagyon tudok ezzel kapcsolatban többet mondani. Higgyek magamban, higgyek abban, hogy én ebben nagyon jó vagyok, és onnantól kezdve, még akkor is, ha egy kicsit zavarban vagyok, akkor is át fog menni a másik félnek.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Azt gondolom, hogy az álláskeresőknek nagyon sokat tudtunk segíteni, és a testbeszéd jeleiből is a beszélgetés során kihoztunk minden jót. Jövő héten várom Önöket újra a képernyő elé, addig is minden jót Önöknek! A műsor támogatója a Flórate a Magyarország.